Üdv mindenkinek! A következő percekben a római irodalom aranykorának első fontos szerzőjével, Vergiliusszal fogunk megismerkedni röviden. De mielőtt ebbe belekezdenénk, fontos egy pár szót beszélnünk arról, hogy milyen időszak volt ez az ókori Róma történelmében. Ugye ez volt az úgynevezett Pax Romana, Augustus uralmának az időszaka, nagyjából ezzel esett egybe az, amit a római irodalom aranykorának szokás tekinteni. És ahhoz, hogy ennek az időszaknak a, az irodalmát, kultúrát, az ekkor alkotott költők életművét a helyén tudjuk kezelni, az fontos tudatosítanunk, hogy mit jelentett Róma történelmében ez az időszak. Ugye Augustus uralmának kezdetét egy nagyon zavaros és nagyon véres polgárháborús időszak előzte meg, és ezért véget azzal, hogy Augustus végül uralomra került Rómában. Ő egy nagyon diktatórikus, nagyon erőskezű uralkodóként vezette a birodalmat, és ennek következtében egy nagyon kétarcú időszak az, a, az amit ők, ő, ők Pax Románának, meg aztán az utókor is Pax Románának hívott. Ugye egyfelől kétségkívül elhozta a rend és a béke időszakát Rómába, egy jól szervezett, jól működő birodalmat irányított, és nagyon sokan voltak nagyon hálásak azért, hogy az ezt megelőző évek polgárháború és véres harcai után végre egy kis nyugalomra lelhettek. Az is tény viszont, hogy nem kicsit megkérdőjelezhető módszerei voltak, erről nyilván bővebben tanultok majd történelemből, vagy már tanultatok is. Tehát ő kifejezetten egy diktatórikus vezetője volt a római birodalomnak, gyakorlatilag az élet minden területén az ő akarata érvényesült, és nagyon tudatosan építette, ma úgy mondanánk, hogy nagyon, épített, nagyon tudatosan építette a saját PR-ját. Tehát nagyon tudatosan vette körül magát olyan emberekkel, akik egy jó arculatot tudtak neki szervezni, és a, a római birodalomban tudták népszerűsíteni az ő uralkodását és az ő személyét. Az egyik ilyen kulcsfigura volt Augustus birodalmában, Mécenász, akiről korábban már esett szó. Ő Augustus legbelsőbb köreihez tartozott, tulajdonképpen ma úgy mondanánk, hogy egyfajta ilyen kulturális miniszter volt Augustus udvarában, és nagyon ügyesen és nagyon változatos módszerekkel gyűjtötte a császár köré a kor nagy művészeit, nagy elmét, és ő közülük az egyik legfontosabb volt Vergilius. És tulajdonképpen sikeresen épített ki Augustus köré egy olyan művészi kört, vagy ha úgy tetszik, egy olyan értelmiségi kört, amelyik lojális volt a császárral kapcsolatban. Na de akkor kezdjünk is bele Vergilius életútjának és életművének a tárgyalásába. Ugye a teljes neve Vergiliusnak az, hogy Publius Vergilius Máró. Itt az ókori római nevekről nagyon röviden annyit érdemes tudni, hogy a legtöbb embert, vagy legalábbis a fontosabb figuráknak három neve volt. Ebből az első volt egy teljesen szabadon választott személynév, kicsit a mai keresztnévhez hasonló, de sokkal kisebb körből lehetett választani. Valahol azt olvastam, hogy, hogy mindössze ilyen 40-50 közszájon forgó ilyen első név volt a római birodalomban. A második név az a nemzetségnek a neve, tehát hogy melyik nemzetségből úgy tetszik, melyik családból származik az adott férfi, ez a férfiakra érvényes, ez a hármas névadás, a nőknek alapvetően csak két neve volt, de ez más lapra tartozik, tehát a második a nemzetségnek a neve, és a harmadik pedig, a harmadik név pedig arra szolgál, hogy a nemzetségen belül különbséget tegyenek a különböző személyek között, ez olyasmi, mint nagyon sokszor ilyen ragadvány névszerű, valamikor, valamikor réges-régen a nemzetség egyik tagjára rá ragadt ez a név, és aztán ez tovább öröklődött a családban. Tehát ezért van a, a legtöbb ismert római személynek három neve. Na, tehát Vergilius esetében ez Publius Vergilius Máró, és egyébként a legtöbb művészt azt a középső nevén szokták emlegetni röviden. Na, tehát Vergilius, egy egyszerű sorból származó férfi volt, tulajdonképpen egy földműves családba született, Mantua mellett, de az édesapja nagy energiát fektetett abba, hogy tanítassa, és szerette volna, hogyha közéleti, politikai pályára lép a fia, de végül is Vergilius inkább az irodalom vonzotta, és nem nem ment politikusnak. Az ő életében tulajdonképpen két olyan esemény volt, ami nagyon erőteljesen rányomta az ő művészetére, meg az ő pályájára a bélyegét. Az egyik ilyen trauma tulajdonképpen, hogy a filippi csata után, amikor ugye a harmadik triumvirátus győzelmet aratott, és elkezdődött, akkor még Oktáviánusnak nevezzük, a későbbi Augustus császár hatalmának a megszilárdulása. Tehát a filippi csata után Ugye az Octavianus oldalán harcoló katonákat a leszerelésük után földhöz juttatták, és ennek érdekében nagyon sok földet elkoboztak. És így járt Vergilius családja is, hogy az ő földjeiket is elkobozták, és odaadták Octavianus katonáinak. Ez egy nagyon komoly ö, trauma volt nyilván a család életében, hiszen gyakorlatilag nincs telenek lettek. A másik fontos esemény Vergilius életében pedig az volt, mikor ezt aztán később a már császárként uralkodó Augustustól visszakapta. Ugyanis amikor Vergilus egyre ismertebb és egyre népszerűbb költő lett, akkor egyre befolyásosabb barátai lettek, és ők szóltak az érdekében Augustusnál, és tulajdonképpen elintézték neki, hogy visszakaphassa a család régi birtokait, és innentől kezdve tulajdonképpen Augustus híve lett Tulajdonképpen a haláláig, bár vannak olyan értelmezések, hogy az élete vége felé azért már eléggé ábrándult Augustusból, de ebbe most ezen a szinten nem érdemes nagyon belemenni. De az a lényeg, hogy ő gyakorlatilag innentől kezdve Augustus politikájának és a, a, a hívelet és Augustus legbelsőbb köreihez tartozott. Tulajdonképpen bejáratos volt az udvarba is. Métszanász pártfogolta, fogolta, és Bergilius műveit az egész birodalomban terjesztették, és nyilván mindenféle juttatásokat is kapott, tehát nem élt ő rosszul, nem volt hálátlan az Augustus udvara azért, hogy ő ilyen lojálisan viszonyult a császárhoz. Ennyit érdemes tudni az ő életéről, meg az ő karrierjéről, tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen Augustusnak egyfajta udvari költője volt, Vergilius. A legfontosabb műve az Eklogák című költemények, erről mindjárt lesz szó, az Éneisz című eposz, illetve a Georgika című tanköltemény, erről csak egy pár szót mondanék. Ez formailag egy tanköltemény, hiszen arról szól, hogy hogyan kell földet művelni, hogyan kell állatot tartani, hogyan kell méhészkedni, hogyan néz ki a természetnek a körforgása, mire kell odafigyelni, de tulajdonképpen burkoltan ez is augusztus, az augusztus által elhozott nyugalom, az augusztusi békének egyfajta dicsőítése a georgika is. Na de menjünk is tovább, és beszéljünk egy picit arról, hogy milyen költészeti hagyományhoz kapcsolódik Vergilius, milyen hagyományt folytat. Ezt azért fontos erről egy pár szót beszélni, megint csak, hogy a helyén tudjuk kezelni azt, hogy ő milyen, milyen öm, irodalmi hagyományba illeszkedik, és milyen sort folytat a műveivel. Itt a hellenisztikus hagyományról érdemes beszélni egy pár szót. A hellenizmus az egy nagyon komplex fogalom. A hellenizmus kora tulajdonképpen az az időszak, amikor, a, amikor az ókori hellásznak a kultúrája, az már nagyon sok más kultúrával keveredik, és ettől egy ilyen nagyon érdekes, nagyon eklektikus, vagyis nagyon sokszínű kulturális kavalkád alakul ki. Ez nagyon-nagyon leegyszerűsítve a hellenisztikus fogalmát, hellenizmus fogalmát nagyjából erről van szó. Az is fontos még, hogy ebben az időszakban már a kultúrának a, a, központja már nem Atén, hanem Alexandria, ahol, amit, amit ugye Nagy Sándor alapított, és a világ legnagyobb könyvtára volt Alexandriában. Tehát ezt érdemes nagyon röviden tudni a hellenizmusról. És ennek az időszaknak az egyik legfontosabb költője volt. Itt időben egyébként ugye a Krisztus előtti 4. 3. században vagyunk. Ennek az időszaknak az egyik legfontosabb költője volt Theokritos, aki az alexandriai költészet sorába tartozott és az ő költészetének a sajátossága az a, az, az, hogy az ő művei egyfajta ilyen pásztorköltészetet jelentettek. Ez, ez a mai szemünkkel már nagyon furcsa, hogy pásztorokról születnek versek, a, és ezt a fajta költészetet szoktuk bukolikus lírának vagy bukolikának nevezni, magyarul pásztorköltészetnek. Ez a bukolosz szóból ered, ami görögül pásztort jelent és a Teokritos költeményeit pedig Eidulionoknak hívta ami görögül képecskét és dalocskát jelent ez ennek nyomán alakult ki a magyar idél szó tehát Teokritos idéljeiről szoktunk beszélni itt az idél kicsit még mást jelent, mint manapság, bár a mai jelentésével is van összefüggés. Teokritosznál az idill az tulajdonképpen még egyfajta életkép, ami a pásztori életről szól, arról, hogy milyen a természet körforgása, előkerül benne a szerelem, sőt időnként a testi szerelem is. Tehát egy ilyen nagyon természetközeli, nagyon bensőséges világ a teokritoszi, Tágabb értelemben viszont idillnek hívjuk az olyan irodalmi műveket, amelyben valamilyen eszmény valóságként jelenik meg. Tehát amikor, és a hétköznapi nyelvhasználatban is ugye az idél, az amikor így, amikor így minden rendben van, amikor valamilyen valószínűtlenül eszményi. Ezt hívjuk a hétköznapi nyelvhasználatban idélnek, és tágabb értelemben irodalmi műfajként is az idél ezt jelenti. De mondom, Teokritosznál ez még tulajdonképpen életképet jelent. És egyébként ezek, a, ezek az idillek, ezek a képecskék, ezek hexameterben vannak írva, általában párbeszédes formájúak, és amint mondtam, a legfőbb témájuk az a szerelem, a pásztori élet, a természet körforgása, a bensőséges érzelmek. Na ezt a költői hagyományt idézte meg, ö, élesztette újra, vagy ha úgy tetszik, rómaiasította Vergilius, ő maga is írt ilyen pásztorköltöményeket, összesen tizet szoktunk ezeknek a körében emlegetni, és ezeket ki is adta gyűjteményként Eclogé címen. Eklogé címen. Ekloga, maga az Ekloga szó a szemelvényt jelent, Eklogé az azt jelenti, hogy szemelvények, és ez vált később aztán egy, egy műfajjá tulajdonképpen Vergilius nyomán az Ekloga a szó szóval egy műfajnak az elnevezése is lett. Ami nekünk ugye a magyar irodalom szempontjából az a fontos, hogy aztán majd a 20. században Radnóti Miklós fogja ezt a műfajt a legsötétebb háborús időkben, a saját életének a leg, legszenvedéstelibb korszakában, és tulajdonképpen az életének a legvégén is ír még Eklógát a Radnóti, és az ő számára majd tulajdonképpen valamiféle menedék is lesz ez a, ez a irodalmi világ, ami egészen uh, Vergiliuszig, sőt, még messzebb Teokritoszig megy vissza. Na, tehát az eklógákról nagyon röviden. Tehát ezeket a pásztor költeményeket idézi meg Vergiliusz, tehát ő is ír ilyen hexameteres, formájú, párbeszédes, párbeszédben megírt uh, idilleket, vagy pásztorkölteményeket, életképeket, de át is alakítja már ő a teokritoszi idilt, ugyanis itt már ez a pásztori élet már sokkal inkább egy, egy vágyott eszmény, ez folyamatosan veszélyben van, nagyon sokszor kerül elő az, hogy, hogy mennyire eltűnőben van már ez a pásztori világ, és nagyon sokszor konkrét aktuál politikai utalások is megjelennek Vergiliusnál, Tehát egy ilyen nagyon, nagyon érdekesen gyúrja át ezt a pásztorkölteményt Vergilius, és tölti meg aktuális tartalommal. Persze azért nagyon sokszor ö, alakítja úgy a történetet, hogy, hogy ö, ö, könnyen olvasható legyen úgy, hogy Augustus az, aki, aki rendet tesz majd a, a világban. Itt két eklógát emelnék ki, tehát, mint mondtam, tíz van ezekből. Ezek számozva vannak, de ez nem a keletkezés sorrendjét jelzi, ez, ez tulajdonképpen csak egy ilyen kompozíciós sorrend. Az egyik fontos, az a 9. eklogan, tényleg csak pár szót mondok róla. Erről azt szokták mondani, hogy az egyén és a hatalom viszonyát tárgyalja. Itt két férfinak, két fiatal férfinak lucidálsznak és mőrisznek a párbeszédét olvassuk, akik egy harmadik férfit Menalkaszt is emlegetnek, aki költő, és nem nehéz Menalkaszban Vergilius személyére ismerni, és tulajdonképpen arról beszélnek, hogy, hogy milyen zűrzavaros a világ, hogy mennyire nagy a létbizonytalanság, tehát tulajdonképpen a polgárháborús Róma hangulatát idézik meg, és ez egy elég, elég keserű, végkicsengésű szöveg, tehát ennek nem nagyon van happy end a végén, tulajdonképpen be is fejezi a beszélgetést ez a, ez a két fiatal ember, és el is hallgatnak, és, és ez egy, nem egy nagyon optimista, <laughs> végkicsengésű ekloga, és az a, az a tanulsága, hogy, hogy az űrzavar, a káosz, a létbizonytalanság, az, az nem kedvez a művészeteknek, és hogy az mindenkinek rossz, és hogy az emberekben, tulajdonk emberekből tulajdonképpen kihal a szépség iránti igény, hogyha a létük veszélyben van. Hát, nagyon leegyszerűsítve. Ennyit a 9. eklogáról. Ezzel ellentétben a 4. eklóga, ez kifejezetten egy új aranykornak a megjóslása tulajdonképpen, tehát egy új aranykor eljövetelét várja, amit egy kisded születéséhez köt, aki, aki, majd békét hoz a földre, és van benne egy csomó olyan motívum, például a szűz nekem motívuma, vagy hogy az égből érkezik majd el ez a gyermek, aminek következtében később aztán a középkorban olvasták úgy ezt a, ezt a negyedik eklogát, hogy ez tulajdonképpen már Jézust jövendőli meg. Ennek köszönhető az, hogy a, hogy a, középkorban, amikor is ugye az ókori pogányirodalom az minden volt, csak elfogadott nem? Vergiliusnak tulajdonképpen egyedüljárva megkegyelmeztek, tehát Vergiliuszt egyfajta ilyen pogány szentként tisztelték, mert nagyon sokan értelmezték ugyanegyedik eclogát, hogy, 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 oké, hogy Vergilius pogány, de azért mégis valahogy megérezte, megjósolta Jézusnak, a messiásnak a, a megszületését, az eljövetelét. Tehát ez egy ilyen érdekes, státuszt adott Vergilusnak a középkorban, és ez az oka annak, hogy aztán majd később, amikor a Dante megírja az Isteni Színjáték című művét, akkor majd Vergilius lesz az, aki elkíséri őt a, a, pokolba, aztán a purgatóriumba, és nyilván a paradicsomba már nem mehet vele, hiszen azért mégis csak pogány, Vergilius oda nem teheti be a lábát, de ez az oka annak, hogy ebben a, ebben a nagyon nagyon keresztény, monumentális műben egy ilyen pogányköltő szerepelhet, mint Vergilius. Hát ennyit nagyon röviden az eklógákról. És akkor beszéljünk még pár szót Vergilius fő művéről, az Éneiszről, ami tulajdonképpen egy homéroszi mintára, homéroszi modorban megírt eposz. Ez természetesen nem egy degradáló jelző, tehát egy nagyon komoly szellemi munka van az éneizben, ez is egy monumentális terjedelmű szöveg, nagyon finoman kidolgozott, annak idején Latinból, latin órákon elég sokat elmolyoltunk az éneizből vett szemelvényeken tíz éven át írta Vergilius, nem is ért a végére, hiszen, hiszen meghalt azelőtt, hogy befejezhette volna, és ő azt is szerette volna a végrendeletében azt kérte, hogy, hogy semmisítsék meg de Augustus ezt nem engedte, és úgy abban a formájában, ahogy, ahogy volt, ő ki is adta ezt az eposzt. Ami nem is véletlen, hiszen az éneisz az arról szól, hogy Énász, aki egyébként a, a Iliázban is szerepel, ő egy, ő egy trójai férfi, aki menekül az égő trójából, és elindul a tengeren Odysseushoz hasonlóan, hogy új hazát keressen a házi isteneinek, és tulajdonképpen az ő kalandjait dolgozza föl az Éneisz. Tényleg teljesen a homérosz jeposzok mintájára van megalkotva, hasonló motivumok vannak benne, hasonló nehézségeken, kell keresztül mennie, ugyanúgy van benne szerelem, ugye Éneász és Didó szerelme, tehát egy csomó-csomó motivum át van emelve a homéroszi eposzokból, és az első rész az inkább az Ödüsszel jár a hajaz, a második rész az pedig inkább az iliásra. És ami mi a legfontosabb, és ami miatt Augustusnak a szívecsücske volt ez a, ez a monumentális projekt, amit Vergilius írt, és azért nem hagyta ezt kidobni, mert hogy én állsz, az tulajdonképpen Augustus mítikus őseként jelenik meg, tehát tehát úgy van megalkotva ez, a, ez az eposz, hogy a korabeli olvasó azt láthatta, hogy a, hogy a Rómát felvirágoztató Augustus őseinek a története ez és aztán egyébként a történet szerint végül a Tiberi sztorkolatánál Lavinium városában talál új hazára Énász, elveszi a Lácium nevű tartomány királyának a lányát, és itt tulajdonképpen egy új honalapító lesz, és az ő utódaiból, utódainak köszönhetően jön létre a nagyszerű római birodalom, aminek ugye aztán a végső aranykorát Augustus hozza el. És itt láthattok még egy képet az egyik leghíresebb bókori szoborról, ugye ez a Laokon csoport cíven, címen vagy néven emlegetett szobor, és Laukon története is az Éneázban van, vagy Laukon történetét is megírja Vergilius az Éneázban. Róla annyit érdemes tudni, egy nagyon tragikus történet az övé ő egy pap volt, egy Neptunusz pap volt Trójában, és ő volt talán az egyetlen, aki, aki amellett próbált érven, hogy nem kéne a trójai falovat behozni Trójába. Ugye tőle ered az a híres mondás, vagy az éneizből van az a szállóigévé vált mondat, hogy Timeo Danaos egy Dona Ferentis. Ez egy szállóigévé vált mondás, és azt jelenti szó szerint, hogy félek a görögöktől, még akkor is ajándékot hoznak. És ugye ez, ez szállóigéként azt jelenti, hogy, hogy olyan kiele, hogy, hogy, nem szabad bedölni az ellenség trükkjének, így lehetne na, nagyon egyszerűen magyarul lefordítani. Tehát ő, ő próbál, próbálja rávenni a trójaiakat, hogy ne vigyék be a városba a falavat, sőt, még a dárdáját bele is dobja, és akkor még valami meg is csörren a, a, falóban, tehát tényleg tulajdonképpen akinek egy pici fülemek meg szeme lett volna, az rájöhetett volna, hogy itt valami trükk van, de hát az Istenek eldöntötték, hogy Trójának el kell vesznie, ezért, ezért Laukonra Neptunusz három tengeri kígyót küldött, és a két fiával együtt ez a három kígyó megölte őt, a trójaiak pedig természetesen behozták a falavat, és a többit pedig már tudjuk, hogy uh, mi lett. Szóval ez is az Éneiszben van megírva, és ez egy érdekesség, hogy ennek a nagyon híres szobornak ez a története. Hát ismét nem sikerült rövidre fognom, de talán ennyit megér az ókor egyik legnagyobb költője, és így is tényleg nagyon sok minden kimaradt, nagyon hosszan lehetne még, Ecsetelni Vergilius művészetének az erényeit. Köszönöm a figyelmet, iratkozzatok fel a csatornára, és hogyha hasznosnak találjátok, akkor támogathatjátok akár anyagilag is, vagy a Patreonon, vagy most már a Youtube-on egy szuperköszönet formájában is támogathatjátok a csatornát, amit ha megtesztek, nagyon hálás leszek érte. Hamarosan találkozunk újra, sziasztok!